Miért fontos a költészet? Tényleg így a mindennapokban is konkrét helyzetekben lehet használni, mondjuk udvarláshoz, vagy mondjuk csecsemő megnyugtatáshoz, elaltatáshoz, tehát hogy vannak ilyen praktikus felhasználási módjai. Varró Dánielt a legtöbben Varró Daniként emlegetik, ami sokat elárul a közvetlenségről, ami írásait jellemzi. Pályája 12 évesen indult egy eposz trilógiával, jelenleg a 9. önálló kötetnél tart, most készül a 10., a Szomjas troll. Ő az a költő, aki saját bevallása szerint megpróbált sokat szenvedni, de nem sikerült neki, inkább jó kedvében ír verset. 3 fiú édesapja, és bár pályája komoly kritikai elismerésekkel indult, jobban érdekli az olvasók öröme, mint a kritikusoké. Miért itt vagyunk ezen a helyszínen? Hát, ugye ez egy játszótér, most is 3 kisfiam van, és az életemnek egy jelentős része játszótereken zajlik, és hát gyerekkoromban is nagyon sokat voltam játszótéren, pont ezen a környéken laktam, itt a 12. kerületben, és hát ez egy csomó minden, ami most is szerintem a költözetemet meghatározza, ez az ilyen gyereklelkűség, maga a játék, az hát akkoriban alakult ki, és egyébként az új könyvemet is, meg a mai napig is legszívesebben ilyen parkokban, játszótereken egy-egy padra, mondjuk ha lehet, akkor picit csendesebb helyre, vagy félrehúzódom, és ott előveszem a kis füzetemet, és ott szoktam írni, úgyhogy abszolút nekem egy ilyen ihlető helyszín a játszótér. Mindig arról írok, ami aktuálisan a legjobban foglalkoztat, csak hát azok sokszor ilyen, hát ilyen nagyon hagyományos már, mert ilyen elcsépelten közhelyes dolgok, mint mondjuk a szerelem, vagy az, hogy kitavaszodik, tehát ilyen dolgok is tudnak foglalkoztatni. Elhasznált toposzok. Igen, a saját öregedésem, vagy mostanában nyilván főleg a gyerekek, az apukaság, a gyerekek öregedése, ahogy nőnek, abszolút. Tehát, hogy ilyesmik, de csomószor meg ilyen kis hétköznapi dolgok, tehát mondjuk amikor nem olyan rég szereztem mondjuk jogosítványt, és akkor azok a kezdő vezetőnek az ilyen rémülete, vagy ilyen halálfélelme, például akkor az izgatott, ismerős. Akkor arról írtam be, tehát hogy néha ilyen mai meg hétköznapi dolgokról is szoktam. Nem csak a vájt fülű irodalmárok számára vagy ismert, tehát amikor ilyenkor így elvonulsz egy padra írni, költeni, akkor megtörténik az, hogy így megzavarnak, és felismernek, és... és autogramot kérnek. Meglepően gyakran elő szokott fordulni egyébként, nagyon örülni szoktam, meg mindig őszintén meg vagyok lepődve. Viszonylag gyakran oda jönnek és... Zavarba jössz? Hát igazából már megszoktam, hát van talán néha, tehát van olyan mondjuk, ha tényleg éppen nagyon az írás közepén vagyok, és akkor pont egy jó sort még nem sikerült leírnom, vagy akkor van egy rím a fejembe, és akkor félek, hogy elfelejtem, de mondjuk ez ritkán van. Általában örülni szoktam, hogyha oda jönnek, és akkor... És ilyenkor általában szavalnak valamilyen emblematikus varródani sor? Hát, ha gyerekkel vannak, vagy egy gyerek van, akkor ők egyébként meglepően gyakran tényleg szoktak tudni egy-egy versikét, mondókát, és akkor azt van, hogy elmondják. Gyakran van az, hogy ilyen fiatalok azt mondják, belőled érettségiztem, és hú, de vicces, hogy találkozunk. És ilyenkor nem érzed magad öregnek, ha valaki azt mondja, hogy belőled érettségiztem? Nagyon öreg. Annyira úgy hangzik, hogy Jézusom, mi vagyok én, valami mellszobor? Igen, van benne ilyesmi. Még mindig nem érzem magam nagyon felnőttnek, mindig azt mondom, hogy azért elég sok mindenben ilyen gyerekes maradtam, de azért mondjuk egy kicsit hoztat áll magába ez az apukaság, hogy egy kicsit olyan felelősségteljesebbnek kell lenni, mégiscsak egy családapa vagyok, oda kell figyelni. Azt mondtad egyszer, hogy a lelked mélyén egy elsőrangú műfordító és egy közepes költő szeretné lenni, vagy hogy ezzel kiegyezel. Változott egy kicsit idővel, tényleg ezt amikor az első könyvem megjelent ilyen 21 éves korom körül, akkor mondtam, és tényleg így gondoltam, és egyébként hozzátettem, tehát hogy tényleg úgy gondoltam, hogy elsőrangú műfordító és egy ilyen közepes, másodvonalbeli szerethető költő szeretem lenni, tehát ezt azért tehát ez hangsúlyoznám. Fontos, hogy szerethető. Igen. Tehát az, hogy mindig próbáltam olyan barátságos, közérthető, szerethető, esetleg szórakoztató verseket írni, tehát amiket én szívesen olvasok. Fiatalabb koromban elsősorban a versfordítás volt az, ami nagyon szenvedélyesen érdekelt, meg azt gondoltam, hogy ahhoz van tehetségem, és közben meg hát nem éreztem, hogy olyan borzasztóan szétveszítenének a mindenféle költői mondani valók, meg hogy annyi nagy tapasztalatom, élettapasztalatom lenne, hogy akkor itt megmondjam a tutit mindenről, vagy ilyen lángosztopként így osszam az észt a népnek, tehát hogy ezért gondoltam, hogy akkor a versfordítás az abban talán tehetségesebb vagyok, de hát aztán igazából ilyen megélhetési műfordító lettem, és abból éltem leginkább, és most azt hiszem per pillanat jobban érdekel az, hogy
hogy mondjuk megpróbáljak megírni egy ilyen főműnek szánt eposzt, mint hogy lefordítsak valamit. Visszahúzódó gyerek voltál? Tehát inkább ez a szorongók típus, vagy nyugodt voltál? Én nagyon visszahúzódó, gátlásos, szorongós voltam. Igen, abszolút, és ez meg is maradt, tehát valamennyi talán oldódtam így idők során, de még mindig nem annyira sokat, úgyhogy... És mitől szorongtál, ha visszaemlékszel? Hát mindentől félős voltam. Jancsi, nagyon vízes, ezt meg kéne törölni. Törölt belém, ez szuper. Maga az, hogy egyáltalán meg kell valakit szólítani és emberekkel beszélgetni, nekem ez soha nem ment könnyen. És akkor, amikor kamaszként a lányokat már meg illett, vagy kellett szólítani, akkor ezzel hogy küzdöttél meg? Ez nagyon jó kérdés, és tényleg igazából az, hogy verseket írtam, az iszonyatosan nagy segítség volt. Tehát én gyerekkoromban kezdtem verseket írni, és hát nagyon félénken általánosan udvaroltam, mindig írtam verseket, szerelmes verseket azoknak a lányoknak, akik tetszettek, és nagyon meglepő volt, hogy ez mennyire jól fogadták, és sokszor működött, és egyébként a feleségemet is egy szép szerelmes verssel hódítottam meg, tehát ezt egyébként mondom a férfi, vagy esetleg fiatalabb, hogy ez egy csajozós tudsz. Hogy ez egy nagyon jól működik csajozásra. Egyébként az alvással tényleg olyan rossz volt a helyzet, mint ahogy riogatta? Hát elég szerencsék volt a gyerekekkel. Meg például ott is nagyon bejött, tehát tényleg nem azért, hogy folyton arról beszélünk, a költészet mennyire csodálatos, de ez is egy abszolút praktikus haszna a verseknek, hogy amikor fölébredtek éjszaka sírva, én énekelni nem annyira szerettem volna nekik, aztán egy idő után már feloldottam ebbe is, de írtam nekik mondókákat, mondtam ilyen ritmusos mondókákat, írtam altatókat, és tényleg elaludtak tőle, és ez annyira csodálatosan működött, úgyhogy nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy így költő vagyok, és működik a költészet, ilyen altatás, csecsemő altatásra például, tehát vannak ilyen gyakorlati, mindennapi hasznai. Te is, Misikém. Ha lenne valami, amit üzennél a kamaszkori önmagadnak, akkor mi lenne az? Kamaszkori önmagadnak? Igen, ha most látod magad előtt a 15 éves Danit, akkor mondanál neki valamit? Hát... A saját mostani fejeddel. Hát nyilván próbálom egy kicsit nyugtatni, mondanám neki, hogy nyugi, meg nem kell mindenen annyira stresszelni, meg parázni. Legyen egy kicsit magabiztosabb, nem tudom, de nem tudom, hogy mennyire hatna. De akkor volt benned megfelelési kényszer? Azt hiszem volt, és nyilván most is van egy kicsit. A magánéletben, vagy pedig íróként az olvasóid felé? Hát próbálom mind a kettő. Tehát hogy volt az, hogy így átfutott az agyadon, hogy ehhez mit fognak majd szólni? Tehát, hogy van ez, amikor írsz, akkor van benned az, hogy... Hát igen, és igazság szerint, most ha őszintén belegondolok, akkor egyre inkább. Tehát lehet, hogy inkább a 15, tehát mondjuk az írásnál inkább a 15-16 éves kor önmagamnak kéne megnyugtatnia engem, és mondani azt, hogy nem kell annyira foglalkozni azzal, hogy mások mit szólnak, hanem hogy olyan legyen, amit én jónak gondolok, meg ami nekem tetszik. Tehát, hogy ez így gyűlik, mert az ember annyi kritikát kap ugye az évek során, meg annyi olyan visszajelzést, hogy nyilván jót is kap egy csomó, de egy csomó olyat is, hogy ezért azért nem tetszik, meg felháborodnak emberek mindenféle dolgokon, úgyhogy de most meg csak konnektorban nyúlod gyerekverset, óta van benned ilyen félelem? Hát ezóta egy kicsit jobban, de hát előtte is volt, tehát hogy igen, tehát hogy és akkor nyilván az a jó, az ember elhessegíti, hogy most ez vagy az, mit fog ehhez szólni, hogy nem ez a lényeg. Te mondtad azt, hogy inkább jó kedvedben írtál. Tehát a terápiás írás, a depresszióból magát kirángató emberképe, aki azért ír, hogy túléljen, akkor az neked nincs meg. Tehát, hogyha ne adj Isten, egyszer majd nagyon bekesered, vagy depressziós leszel, akkor a költészet nem fog tudni kirángatni? Hogy gondolod? Nem tudom. Mondjuk egy ilyen versesültetem volt a szívdesszert. Igen, ami ilyen szerelmes versesültet, és az abszolút egy ilyen nagy szerelmi csalódás, egy ilyen nem nagyon működő szerelemnek a történetét írtam meg, és az abszolút ilyen volt, hogy akkor tényleg volt egy ilyen nagy csalódásom, és akkor nagyon nehezen lábaltam ki belőle, és akkor abszolút működött ilyen terápiásan, tehát meg is lepődtem. Azután, hogy ezt így megírtam, és kiírtam magamból, utána így elmúlt, mintha elvágták volna. Tehát abszolút van ez, tehát ezt átéltem, hogy működik ilyen terápiásan az írás, úgyhogy lehet, hogy később, ahogy egyre megkeseredettebb vén ember leszek, majd fogom tudni erre is használni. Egy időkapszulába belehelyezhetnél pár irodalmi alkotást, aminek mindenképpen muszáj túlélnie, akkor mik lennének azok? Hát az ilyen klasszikus művekből nekem az Anyegin a kedvencem, Pushkin Anyegin. Az ennyire csodálkozol? Meglepődtem, nem gondoltam volna. Szerintem az mindennél jobb. Tehát az egy
ez szerintem egy csodálatos emlék, mű, rengetegszer olvastam. Én nagyon imádom annak a előadás módját, úgyhogy azt mindenképp mondanám az anyagin. És ez a könnyű költészet, vagy könnyed angolul light verse-nek mondják, és Edward Lear nekem a legnagyobb kedvencem mai magyar közöttben, és Havasi Attila csodálatos nonsense költő, nem tudom hányan ismerik, de fantasztikus, őt nagyon szeretem. És vagyok akár Keresztesi József, mondjuk a gyerek, Keresztesi József mit teszik a Micsoda című gyerekkönyvvel, az is ez a vonal, és imádják a gyerekek is, és felnőtt olvasóként is csodálatos, őket mondanám mindenképp. Szerinted miért fontos a költészet? Miért? Hú, ez nagyon nagy kérdés. Miért fontos a költészet? Tényleg így a mindennapokban is konkrét helyzetekbe lehet használni, mondjuk udvarláshoz, vagy mondjuk csecsemő megnyugtatáshoz, elaltatáshoz, tehát hogy vannak ilyen praktikus felhasználási módjai. Szerintem úgy is működik, vagy nekem legalábbis, hogy ilyen hangulatokba ringat, vagy pont hogyha az embernek valami nehéz időszaka van, és akkor sokszor nem tud segíteni egy vers. Én nagyon szeretem a verseknek a zenéjét, meg a ritmusát, és azt gondolom, hogy azoknak van valami megtartó erejük legalábbis nekem, és úgy igen, lehet beléjük ilyen nehéz élethelyzetekben kapaszkodni, megtartanak.